Hivatalosan is elrajtolt a 32. tusványos ma délelőtt. Az eseményen ebben az évben is színvonalas panelbeszélgetésekkel és előadásokkal várják a résztvevőket. Idén elsősorban a béke kérdésére helyezik a hangsúlyt. Hivatalosan is megnyitotta kapuit szerdán a 32. bálványosi nyári szabad egyetemi és diáktábor. Az ötnapos rendezvényen idén is meghatározó személyiségek vesznek részt. Az első nap jelen volt Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki hangsúlyozta, most nincs más lehetőség, mint a béke. Erre épül az idei tusványos programja is, a jelmondat pedig a béke ideje. Azért ez a motto, mert a II. Világháború óta ilyen háború Magyarország tőszomszédságában még nem volt, és tudjuk azt, hogy milyen az, mikor valakinek ég a háza, a szomszédok sincsenek biztonságban. Számunkra, magyarok számára csak egyetlen lehetőség van az, hogy fegyverszünet legyen, béke legyen, mert egyébként mi is érintettek vagyunk, a kárpátaljai magyarság. Hozzátette, 2023-ban ugyanazok az események játszódnak le, mint a II. Világháború után, vagy a délvidéki háború során. Magyarok tízezreinek kellett elhagynia a szülőföldjét és élnie számüzetésben Magyarországon vagy a világ más tájain. A megnyitott követő első panelbeszélgetés is a béke témája köré épült, az előadás a Világrend és Biztonság, a béke ideje címet kapta. Magyarország ebben a helyzetben a béke diplomáciának az útját választotta. Erről fog szólni a következő panel, amely a megnyitó után kezdődik, nem véletlenül. Erről fog szólni a héten számtalan beszélgetés és előadás. Erről fog beszélni a nagy színpadon Orbán Viktor és Tőkés László szombat délelőtt. Németh Zsolt a szombati előadás kapcsán emlékeztetett, az azon való részvételt előzetes regisztrációhoz kötötték a rendezvény biztonsága érdekében. A magyar kormányfő egyébként ma informális megbeszélést folytatott Bukarestben Marcel Ciolacu miniszterelnökkel. A kormány közleménye szerint a találkozón Marcel Ciolacu a román-magyar kapcsolatokra utalva hangsúlyozta, hogy a román fél a nyitott, pozitív és konstruktív, a mindkét ország polgárainak javát szolgáló, konkrét projektekre összpontosító hozzáállást kívánja fenntartani. Orbán Viktor Bukarestből Tusnádfürdőre a 32. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor helyszínére utazik tovább.